Lezárult az Ősdráva program, melynek keretében vízkormányozó, vízpótló rendszert alakítottak ki az ormánságban a Dráva folyó mentén. A projekt záró eseményét Sejjén tartották, ahol elhangzott, hogy ez nem csak a térségben, hanem az országban is egy egyedülálló beruházás. Ilyen jellegű fejlesztés korábban Magyarországon még nem valósult meg. Ez a fejlesztés a kor kihívásaira, az időjárás változásra, kevés csapadékra próbál meg választ adni. Úgy tűnik, hogy sikerrel. Óriási területet érint, és reményeink szerint a talajvízellátást, illetve az öntözést elő fogja segíteni, illetve olyan vizes élőhelyeket teremt az élővilág számára, amik a projekt megvalósulása nélkül nem jöhettek volna létre. Az eseményen részt vett Őri László, a Baranya megyei önkormányzat elnöke, aki azt hangsúlyozta, hogy ez több szempontból is egy ünnepi pillanat a megye lakosságának. Nem csak azért, mert a magyar kormány támogatással több mint 10 milliárd forintból jött létre ez a projekt, amely önmagában műszaki értelemben is egy bravúr, hiszen olyan műtárgyak kerültek beépítésre a víz kivételi műben, amelyek Magyarországon is egyedülállóak, de az itt élők szempontjából a jelentősége az sokkal inkább abban áll, hogy azt a problémát, amely az itt élőknek az egyik legnagyobb problémája, hogy néhány esztendővel, néhány évtizeddel ezelőtt kiszáradtak az ormánsági családi házak portáin a kutak, azt reméljük, hogy ez megváltozik, és visszatér a víz a kutakba. A vízkiviteli mű mellett épültek csillapító, duzzasztó és oldalműtárgyak, de már most kialakult új vizes élőhely is, például Körcsönye pusztán. A hosszú távú cél, hogy a projekt lendületet adjon a térség Dél-Baranya fejlődésének.